Nem évülnek el a 18 év alatti fiatalok ellen elkövetett szexuális bűncselekmények. Elfogadta ugyanis az országgyűlés a büntető törvénykönyv ide vonatkozó módosítását. Ha az erőszakoskodó tette nem derül ki azonnal és csak évek, esetleg évtizedek múlva bukik le, ezentúl akkor is bíróság elé kell majd állnia. Ez egyébként nemzetközi tendencia is, Molnár Fruzsina összeállítása. Minden tizedik gyerek átél olyan pillanatokat Magyarországon, amikor egy családtagja vagy tanára máshogy közelít hozzá, mint addig. Szexuálisan, kedvesen vagy erőszakosan. Az esetek nagy része ki sem derül, így az erőszakoskodók többsége is megúszza a büntetést. A gyerekek ritkán beszélnek, így a zaklatásokra sokszor csak évek, évtizedek múlva derül fény. Amikor az áldozat már felnőtt, és esetleg felvállalja a történteket. Ahogy a Trefort gimnázium egykori tanáráról is 25 év után derült ki. Rendszeresen játszott szexuális játékokat a tanítványaival a nyári táborokban. A Csepeli Burattino iskola egyik testnevelője 4 éven keresztül molesztálta az odajáró gyerekek egy részét anélkül, hogy bárkinek feltűnt volna a dolog. Aztán a gyerekek panaszkodni kezdtek, bár nem értették, mi történik velük. A tanárt letartóztatták. Már most a negatív hatással vannak a gyerekekre. Szigetszent Miklóson a saját szüleik nézettek pornót 3 gyerekükkel, hogy aztán rajtuk is kipróbálják a filmben látottakat. A kicsiket ezen kívül módszeresen kínozták, patkánnyal etették és verték is őket. A szexuális erőszak a szakemberek szerint soha nem múló nyomot hagy a gyerekekben, különösen, ha nem ismernek beszélni róla. Így mostantól az ilyen tettek sem évülnek el soha. És aki Magyarországon gyerek ellen követel szexuális bűncselekményt, az akár 15 évre is börtönbe kerülhet. A törvénymódosítás 1 hónap múlva lép életbe. Molnár Fruzsina, Hír 24.